Sziasztok, itt újra ezt után! Most nézzétek, mi van nála! Ez itt egy iszap. Máma egy iszappakulást fogok tartani nektek. Mint 500. videót. Mert ez már... Majd feltöltöm, ez már jön az 500. videó. Szóval... Mi lesz a kívás lényege? Első alkalommal be fogom kenni magam teljesen ezzel az iszappal. De ahhoz, hogy megkenjem magam, le kell vetköznöm. Oké. Most jól nézzetek meg engem, mert később már olyan leszek, mint egy néger. Jó van. Eddig még soha nem vettem fel, soha nem csináltam visszapakolást, és azt állítják, hogy jó tesz a mozgásszerv ízületekre. Egyéb információkért nézzetek meg a neten, hogy milyen gyógyításokra képes. Tehát teljesen be fogom kenni magam feketére, meg a fejemet is. De hogy mit fogok érezni, azt még egyelőre nem tudom. Tehát akkor lássunk hozzá. Látjátok, elég feketés. Ja, persze, ezt le kell vetni. Nyújtassuk a lábba. Másik láb. Hát lássuk, hogy mennyit érik el háttal. Elég hívunk, azt nézem most úgy hívni.
egyébként apámék is kipróbálták már ezt. Én most fogom ki először. Hajde, hideg! Sőt a fej. Kikönni. Na, ezt jó pomba kikönni. Egy kevés maradt belőle. Ez biztos.
Ezsőt. Nem kapott meg. Aj, mi szakadt, így szarod, hogy van. El kell nézni magam a tükörben, most nem látok magamtól. Nos, még jól belenéztem a tükörbe, mert még a hátsó részem még nem igazán koszos. Mert az áldás kedélyezteti a hatását. Na most nézem meg a magam tükörben, hogy jó lesz-e így. Még a hátra kell még egy kevés. Na jó, most már kezd száradni.
Na jó. Még egy kicsit ide. Még egy kicsit oda. Jó. Remélem jól döltetek ezen, hogy most befeketettem. De minden esetre nektek is ajánlom izületi fájdalmakra. Izzonkra is hasznos gyógyír. És kérdezzetek meg többeket, hogyha nem tetszik. Hogyha nem értitek, ne tán. Az orvosok többet tudnának mondani erről. Apámon is segített valamit. Ő is bekente magát ezzel, és elmúltak a komoly fájdalmai. Ezt állította. Jó van, ha tetszett, hogy fekete vagyok, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot. Tehát ez volt az iszappakolás kihívás. Ja, és még valami. Volt egy olyan YouTube-os oldal, ahol valaki beugrott az iszapba. Na, ez nem javaslom senkinek, mert ez nagyon veszélyes, főleg, hogyha víz éri. Elsüllyedsz, megfulladsz, meghalsz, és nem lehet akkor eltemetni. Úgyhogy nem javaslom senkinek, hogy kipróbál, hogy fürödjön az iszapban. Mert látom olyat, aki elsüllyed benne. Úgyhogy... Tehát... Most búcsúzom, sziasztok!